Szép jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Hát hallgattam itt az előző előadásnak a végét, és eszembe jutott egy furcsa dolog, hogy annak idején, amikor én 40 évvel ezelőtt orvosiskolában jártam, akkor még egy ultrahang gép az gyakorlatilag extra volt. A CT-ről nem is álmodoztunk, az MR-ről azt se tudtuk még valójában, hogy micsoda. Napjainkban ezek már az életünknek a részei, és tudják, az az érdekesség, hogy például a diagnosztikus tévedések száma az nem változott az elmúlt 50 évben. Miről is szólnak ezek az új technikai eszközök? Persze sokkal finomabban, sokkal pontosabban tudunk egy csomó mindent diagnosztizálni, de nagyon gyakran a saját segünket védjük ezek miatt, a történetek miatt, hiszen plusz 2-3 vizsgálat elvégzése. Mi történt? Ja, behallatszott, azt tudom, azt hallottam, de nem baj, azt hittem a visszhang. Jó. Szóval mondom, a diagnosztikus tévedések száma az alapvetően nem nőtt ebbe a történetbe, és azt gondolom, ezek az új technikai eszközök sok mindenre jók, ugye például arra, hogy a saját segünket is védjük, de időnként azt kell, hogy mondjam, hogyha az ember hagyományos módon a saját szoftverére támaszkodik, abból azért még időnként nem nagyon volt baj. Most kérdése az, hogy tudunk-e lekapcsolni, tudunk-e kikapcsolni ebbe a mai világba, ami azt gondolom egy hihetetlenül pörgő történet, hogy vajon elképzelhető-e az, hogy mondjuk 24 órát mobiltelefon nélkül töltünk, és a megkérdezett több mint 3000 magyar fiatal 0%-ban válaszolt erre úgy, hogy igen, ők 24 óránál többet kibírnának a mobiltelefonjuk nélkül. 25%-uk reggel, amikor fel kell, akkor rögtön először a mobiliához nyúl, 33%-a legalább pisilni előtt elmegy, és csak utána nyúl a mobiliához. Magyarán szólva elképzelhetetlen ezek nélkül, a technikai eszközök nélkül az életünk. És tetszenek látni itt egy érdekes mondatot, itt, hogy itt végignézek önökkel szembe, hát, hogy itt a társaság jelentős része korszempontjából ugye a gyerekem lehetne bőven-bőven, de talán önök között is van néhány, akik tart otthon gyereket. Tetszenek tudni, hogy most élőről van szó, semmi robot, meg ilyesmi. Aki ekkorával kezdi a pályafutását, így fölnéz apára, vegyél föl. A következő pillanatban, amikor fölnézünk a számítógéből, akkor látunk egy 16 éves, 185 centis, 45-ös lábú, 60 kilós, pattanásos, mutáló gyereket, és megkérdezzük, hogy a rosszabbe került ide. Ahogy közben elmúlt 12 év, amit alapvetően lehajtott fejjel, tulajdonképpen ilyen smartphone zombiként töltöttem, mert nem nagyon tudtam a gyerekkel sem foglalkozni, mert nekem is rengeteg dolgom volt. De azért ez a mondat, azt gondolom, hogy alapvetően egy elfogadható mondat, ma még ugye a modern világ digitális szüleinél is, csak ennek van egy folytatás ennek a mondatnak, és nem magára a technikai eszközre gondolok, hiszen magam is ugye, hát persze felnőtt fiam van már, de régebben ilyen gyakorló szülőként ugye a gyerek azt mondta, hogy 6-ra hazaér, és 4-7-kor még nem volt otthon. Hát világos, hogy ilyenkor az embernek ugye a vérnyomás az 300/250, a pulzusa 200 fölött szalad, és a személy előtt megjelenik, négybe vágták, elrabolták, ha lány, akkor úton van Albániába prostituáltként, és így tovább, és így tovább. Ám ha 3-4-6-kor a gyerek hazatelefonált, hogy figyeljetek, később jövök haza, még bennmaradtunk, fociztunk, elmentünk még a haverokkal, megittunk egy sört, akkor gyakorlatilag az élettani működéseink megmaradnak ugye a normál keretek között. Nem arról van szó. Arról, hogy vajon ez a technikai eszköz milyen világot nyitott előttünk, és ezzel mennyire tudunk tulajdonképpen megfelelőképpen élni. És egyszerűen látni itt a magyar ifjúság felmérést, és csak az első hármat szeretném kiemelni, tévét néz, internet, számítógép, csettel, facebookozik. Ugye a tévénézés alatt nem azt értem, hogy alig várja már, hogy mikor kezdődik a Hírek egy percben című migráns híradó az M1-en, egyáltalán nem erről van szó, hanem ugye eszközként használja, de azért pozitívumként ott jobb alul tetszenek látni, dísztárgyakat, használati tárgyakat készít, és megjelenik előttem mondjuk a középiskolás fiatal, aki hétvégén mondjuk képkeretet eszkábál néhány fadarabból, és hétvégén beviszi az osztályba, és büszkén megmutatja, hogy ő mit alkotott. Hát tessenek elképzelni, hogy hogy fognak majd ránézni tulajdonképpen az osztálytársai, ahelyett, hogy, és számtalan egyéb alternatívát lehetne ugyebár itt felsorolni. És az online világ, ez persze tengeren túl, a magyarok még nem tudnak ilyen pompás adatokat fölmutatni, nálunk még csak nagyjából olyan 26-27%-a van folyamatosan online, és legalább 46%-a naponta 150-szer nézi meg a telefonját, és általában egy telefon megnézés az nagyjából olyan 1,5-2 percet vesz igénybe, ha ezt betetszenek szorozni, akkor elég tisztességes időt tölt naponta csak azzal, hogy ránéz a telefonjára, és akkor még mondjuk ilyen tartósabb telefonos beszélgetésről nem is említettünk szót, ha bár ez a telefonbeszélgetés, azért valljuk őszintén erre a korosztályra nem nagyon jellemző. És tessenek belegondolni, hogy az elalvás előtti utolsó élmény az mennyire befolyásolja az ember éjszakai nyugalmát. Mennyire másképpen alszunk el mondjuk egy kellemes elnyújtott szeretkezést követően, és mennyire másképpen működik ez a rendszer mondjuk
A legény már horkol, mellette asszonyka, ugye jött Zsánmántyán, ugye az álommanó hinti az álomport a szemébe, egyszer csak megpittyen a mobília a hölgynek, mint az őrkutya, pattan ki a szeme abban a pillanatban, nyúl a készülők után nézi, és látja, hogy a barátnő éppen a férjével, barátjával vacsorázni mentek, sétálnak itt ott, amott, mellettem meg itt horkol ez a kövér disznó, és úgy fölbassza az agyát, hogy gyakorlatilag két órán keresztül ugyanint a grill csirke fog pörögni, forogni, mert az utolsó elalvás előtti élmény jelentősen tudja befolyásolni az éjszakai nyugalmunkat. Nem beszélve a megosztott figyelemről és a csökkenő alvásidőről, a multitasking mód egyszerre 4-5 dolog, romló teljesítmények, és ezt mondjuk egy középiskolára próbálom levetíteni. Tessenek megnézni a magyarok PISA eredményeit az elmúlt években. Úgyhogy elmondhatjuk, hogy nekünk Magyarország az első, és Magyarország jobban teljesít, csak ez egyelőre még nem nagyon mérhető, ugyebár adatilag. És nagyon érdekes, nekem az egyik kedvencem, és akit érdekel, hogy a Jack White Recounters-szel eljön Európába, és ugye májusban lesz 4 koncertjük, a Kölnire van még jegy, hogyha valakit érdekel. Ez a történet, ugye ez egy zseniális figura, egy zseniális gitáros, ugye a White Stripes-tól kezdve ugye a feleségével annak idején, és hogy ugye most megint a Recounters-nek néhány hét múlva megjelenik az új lemeze, és gyakorlatilag ő kifejezetten megtiltja azt, hogy mobiltelefont vigyenek be ugye a koncertjeire, azért, hogy élvezd a pillanatot, és ne arról szóljon, hogy posztolsz, képeket csinálsz, megosztod, jaj, jaj, hanem azt a 2 órát, amit Jack White zenél, mellesleg zseniálisan, azt tényleg próbáld átélni. Aztán persze, ha utána kijöttél, akkor megoszthatod, elmondhatod az élményét, de ne arról szóljon ez a történet, hogy folyamatosan online kell lenni, posztolni kell, meg kell osztani a véleményünket, azon egyszerű oknál fogva, a pillanat elszalad. És azt a pillanatot, amit ott, valahol a színpad előtt ugrálva az ember át tud élni, az utána már még egyszer nem fog visszajönni. Egy fénykép, egy felvett videó ezt nem fogja tudni természetesen visszaadni, úgyhogy nekem ezért is nagyon szimpatikus maga Jack White. És egy másik fontos dolog, ugye ez a bizony cyberbullying nevű történet, ugye az aklatás, az erőszak. Ez nem arról szól, hogy mondjuk két úriember ugye hát meggyepálja egymást egy kisasszony miatt, vagy két kisasszony egymás haját megtépdesi ugye egy legényke miatt, szó nincs róla, hanem alapvetően arról, hogy a háló nem felejt. És hogy mondjuk el egy nagyon-nagyon buta történetet a dicső múltból, ha bár kezdő szülőknek javaslom, hogy azt a mondatot sose ejtsék ki a gyerek előtt, hogy bezzeg az én időmben fiam című történet, mert azt gondolom, mi a saját világunkban pontosan ugyanolyan keretsértő magatartást folytattunk, mint ugyebár a mai fiatalok. Hát ez innen néhány méterre játszódott le, én a Deák téri általános iskolában jártam, és amikor 1973-ban éppen a 7. B-osztályban jártam, akkor édesanyám rám adott egy norvég mintás pulóvert, ami valami nagyon gázmódon nézett ki, egy hűvös őszi reggel, hogy menj el fiam ezzel az iskolába. Én elmentem vele az iskolába, de hát akkor talán még nem volt divat szájalni a szülőkkel, beléptem az osztályba, a 7. B-be, és 28-an röhögtek rajtam. Hála az égnek nem láttak a 8-osok, a másik 2 7. is osztály, a 6-osok és az 5-esek sem. Magyarán szóval másnapra ez elfelejtődött, és természetesen hazafelé menet, ugye a Petőfi Sándor utcában többször elestem, falnak mentem, ugye a pulóver ment a lecsóba. És tessenek belegondolni, ha ma belép egy gázcucba valaki az osztályba, egyetlen egy fénykép készül róla, fölkerül a netre, és nem 28, hanem 28 ezeren, vagy 280 ezeren röhögnek rajta egy nap, egy hét, egy hónap, egy év múlva, mert a háló nem felejt. És gondoljanak abba is bele, amikor egy új állás pályáznak, és van egy fantasztikus CV-jük, ami tényleg a rengeteg nyelvvizsgától, a külföldi tapasztalattól, a fantasztikus kommunikációs készségen és az egyéb skillek elsajátításáról szól, hogy nem fognak utána nézni annak, hogy önökről valójában mi található a neten. És olyan képek vannak fönt a közösségi médián, hogy tetszenek állni a hegytetén cserkészászlóval a kezükben a lemenő nappal szembe, az tök jó. De ha egy bulin készült felvétel is található, tetszenek feküdni a sarokba, beszarva, behugyozva, összeokádva, nem biztos, hogy nagyon fognak körülni a főnökeik, habár lehet, hogy náluk róluk is van fönt ilyen kép, amit valami nagy nehézséggel talán megpróbáltak tulajdonképpen elrejteni. És nézzük meg ugye az elmúlt évek kihívásait, akár a Momót, ugye eddig egy ismert hazai áldozatunk volt, akár pedig ugye a Blue Whale Challenge-t, ez mind miről szól? Ha nem teljesíted a feladatot, részben ugye azokat az egyszerűeket, amiket adok, majd később az egyre bonyolultabbakat, akkor rossz híredet keltem a neten, és senki nem akarja, hogy rossz hírét keltsék a neten, mert az örökre ellássa magát, úgyhogy kimenekül, nem a netről, az életből, és a leggyakrabban itt az akasztás és a magasból ugrás volt az, ami Oroszországban, Magyarországon az önakasztás volt az, ami tudtunk szerint még egy, de feltétlenül már több fiatal életét is valójában követelte. És kérdés az ugye az iGeneration,
És gondolom, itt a szembenülők közül egy jó páran azért abba tartoznak, hogy önöket onnan lehet megismerni, hogy ők előbb nyúltak a telefonjukhoz, mint magukhoz, hiszen ugye 2-3 éves korában a gyerek már nyomkodja, mármint nem azt, a telefont esetenként. A másik beavatkozás persze tudatosan sokkal később fog bekövetkezni, hogy mennyire okoznak az okostelefonok egy új mentális egészségügyi krízist. És ez az amerikai pszichológusnő írt egy könyvet, ami gyakorlatilag szerintem negyed óra alatt letorrenteli bármelyikőjük. Nem beszélve arról, hogy ma már magyarul is hozzáférhető, úgyhogy el lehet menni, tudják, könyvesbolt, ahol papíralapú könyveket árusítanak. És ugye ott ezt megvásárolva érdekes dolgok vannak benne, ami az Egyesült Államokról szól, de ez nagyon sokban Magyarországról is stimmelhet. Ugye 2007 volt a váltás, amikor megváltozott a világ, hogy akkor jelent meg az első iPhone, és ugye egyre kevesebb időt töltenek a barátokkal. És ez megint egy érdekes dolog, mert átvettük ezt a szót, lefordítottunk angolból a friendet. Ugye az angol friend és a magyar barát között jelentős fajsúlybeli különbség van, ha bele tetszene gondolni, hiszen a mai hivatalos adatok szerint egy átlag magyar Facebook felhasználó 155 baráttal rendelkezik. Tessenek belegondolni, nincs 155 barátunk. Barátja az embernek 2-3, maximum 4 lehet, de akkor már az is sok az életébe. De az interneten 155 barátunk lehet természetesen. Ebből 35%-kal soha nem találkozunk, és 4 olyan van ebből a 155-ből, akivel, hogyha valami bajunk van, akkor igazán számíthatunk rá. Egyre kevesebbet randiznak a fiatalok, hiszen ott a cybersex, oké, nem lesz terhes, ez legalább az előnyére válik ugye ennek az egész történetnek. Nem beszélve ugye erről, az iGeneration több mint 30%-a magányos, hol is? Az offline világban, mert az online világban ott van. Nem beszélve arról, hogyha ugye az online világban nem találkozom egy csomó barátommal, akkor egy csomó olyan tulajdonsággal tudom magam felruházni, mivel valójában nem rendelkezek, és ha ezt sokszor mantrázom magamba, akkor elégedtem magamról, hogy ilyen vagyok, ez viszont személyiségfejlődési zavarokat okozhat az ember számára. És ugye jelentősen csökken az alvási idő, és ez pontosan megint a teljesítmény rovására fog menni. És igen, időnként kell tudni semmit csinálni. Tetszenek tudni, mi az a semmi? Amikor nincs terv, amikor nem arról szól, hogy jaj, de itt a hétvége, hazavittem egy csomó munkát, ülhetek a gép mellett, meg különben is ide kell mennünk, oda kell mennünk, kötelező pofavizit anyáméknál, anyósoméknál, aki pont olyan szarul csinálja a pogácsát 15 éves, ótlanul, és így tovább, és így tovább. És akkor az ember lerogy péntek vagy vasárnap este 8 órakor a fotelbe, és azt mondja, hogy de jó, hogy vége ennek a hétvégének, és frissen és újult erővel kezdi majd a hétfő reggelét, egy nagy túrót, és elfogynak az energiáink. Volt már olyan, hogy tetszettek ülni a gép előtt, és 4-szer olvasták el ugyanazt a mondatot, és azt se tudták, hogy mi van oda írva? Valószínűleg volt ilyen, hogy ne? Hát velem is, és akkor igenis kell tudni kikapcsolni, és kell tudni lekapcsolni. És megjelentek új érdekes betegségek, például a sleep texting, ugye magyarán szólva a mobil beszivárog a tudatalattinkba. Ugye az amerikai kollégisták 25%-a sleep textelt már, és ugye ez miről is szól? Kérgi gátlás nélküli levélírás. Tessenek belegondolni. Biztos mindig azt írják egy mondatra, amit valójában írnának, hogyha ezt kérgigátlás nélkül csinálnak. Nos, a sleep textelés erről szól, és ezért javaslom, aki éjszaka hajlamos arra, hogy beszéljen, vagy fölkeljen és alva járjon, az inkább kapcsolja ki, mert nagyon furcsa üzeneteket fog elküldeni. Illetve itt van még ugye a Snapchat dizmorfia. Snapchatet mindenki ismeri, ugye a dizmorfia az pedig testképzavart jelent, és egyre több olyan fiatallal lehet találkozni Nyugat-Európában és Amerikában, aki a saját Snapchat képére szeretné magát átoperáltatni. Miről szól ez a dolog? Nem arról, hogy van egy anyajegy az arcomon, nem arról van szó, hogy esetenként egy kisgyermekkori kutyaharapásos heget szeretnék eltüntetni, mert ez tök normális, hanem arról, hogy készül rólam egy kép, filterekkel, ami én vagyok, de nem én vagyok valójában, és én ilyennek szeretnék kinézni, mint valójában ez a kép. És ez nem technikai kérdés, hiszen az amerikai plasztikai sebészek 70%-a találkozott már Snapchat dizmorfiással, és az, hogy kell egy nózit, egy ajkat, egy arcot, egy fület átalakítani, az már nem egy rocket science, az nem arról szól, hogy nagyon-nagyon bonyolult műtétek, hanem alapvetően arról szól, hogy ez egy erkölcsi és etikai kérdés, hogy vajon az amúgy tök jól kinézőt még tök jólabbá szeretnénk átalakítani, és ez tulajdonképpen nem jó. És azt kell, hogy mondjam, hogy mi sem vagyunk különbek. Bocsánat, a mi alatt itt a idősebb korosztály, mi felnőttek sem vagyunk különbözőek, hiszen itt van ez a bizonyos Sharenting című történet, ami miről is szól, hogy teszünk fel egy csomó képet
ugye a gyerekünkről úgy, hogy ő ezt nem akarja, nem tudja, nem szeretné, de megosztjuk, amikor először fölül, amikor tök aranyos, hogy mesztelenül fekszik, és milyen édesen tud pisilni, olyan sugárban, ami számomra már abszolút reménytelen című történet, és így tovább, és így tovább. És a legjobb példa erőig van egy Paltrónak, ugye, a 14 éves kislánya, ugye Alma Martin, akiről föltett egy képet egy síelés kapcsán, és bizony elég komoly probléma lett belőle. 150 ezeren lájkolták ezt a képet, és a kislány teljes joggal felháborodott 14 évesen ezen a történeten, hogy miért is, amikor nem ebbe egyeztünk meg anya. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy valahogy ez a világ nem nagyon működik még egyelőre rendben, és kérdés az, hogy hol az igazság, hogy akkor most legyen detox, ne legyen, merjünk-e kikapcsolni, merjünk-e lekapcsolni, vagy folyamatosan online kell lennünk. Megmondom őszintén, ne várjanak tőlem választ, ezt tudják, majd 40 év múlva fog kiderülni. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.